Sziasztok! Egy hairs ear, magyarul egy nyúlszörnyinfa megkötését szeretném bemutatni. A horog, amit ehhez használok, az egy 14-es méretű, standard szárú, nymfás, nedveslegyes horog, aminek a végére ráhúztam egy 3,3 mm átmérőjű aranyszínű tungsten fejet. Befogjuk a horogot a satuba. Rögzítjük. Nymfa megkötését az oltest kialakításával kezdem. Ehhez egy unisztes típusú, világos, szürke színű testszénát használok, amit néhány tekeréssel rögzítek a fej után alapkötéssel a horogszálon. Fölösleges célna véget levágom. Ugyanitt rögzítjük a bordázatot, ami egy soft wire típusú, neonezüst színű, médium, vagyis közepes vastagságú drót. Ebből veszünk egy darabot, aminek az egyik végét szintén a fej után néhány tekeréssel rögzítjük a horogszál egyik oldalán, majd annak teljes hosszán egészen a végéig. Bordázat rögzítése után elkezdjük kialakítani az altestet, annak formáját, ami egy enyhén konuszos forma. Miután ezzel végeztünk, a fej után rögzítjük a kötöző célnát is. Én egy 8-as méretű fehér színű célnát használok. Ezzel rögzítjük a test célnát, amit rögzítés után a fej tövénél levágunk. Hátra visszük a kötöző célnát egészen az oltest végéig. Ahol rögzítjük a nymfa falokszálait, ehhez vagy nyúlszőr szálakat használok a maszk részről. Összefogunk egy kisebb csomót. Ezeket levágjuk. Miután levágtuk, a levágott végénél a rövid fölösleges szőrszálakat lepucoljuk. A megmaradt szőrszálakat, tehát hosszabbakat horogszál tetején a falok résznél néhány tekeréssel rögzítjük. A rögzítéssel elé megyünk egészen a fejig. Visszavisszük innen a célnát a
faluk résztvevőik. Következik a nimfa testének a kialakítása. Ehhez természetes színű, vagy nyúlszőr dubbingot használok. Ebből egy keveset. Kis mennyiségekben lásodunk a kötöző célnála. Majd ezt a kötöző célnála felsodott nyúlszőrt elkezdjük feltekerni az orrtest körül, így kialakítjuk a testet. Fontos, hogy a feltekerendő rétegek szorosan egymás mellé kerüljenek. Így egy szép formás testalakot kapunk. Test kialakítását a holokszál körülbelüli közepén befejezzük, ezután elkezdjük feltekerni a bordázatot, úgy, hogy a feltekerendő rétegek párhuzamosan egyenlő távolságokra kerüljenek egymástól. Úgy egy szép szegmentált testet kapunk. Miután feltekertük bordázatot ezt a kötöző célna segítségével, néhány tekeréssel rögzítjük. Rögzítés után ezt fölösleges megmaradt dolgokat leszakítjuk. Képőzállal megfésüljük a testet. Ezután következik a hát anyag bekötése, amihez fácánfaloktól szegmenseit használom. Leszakítunk a tollgerincről egy 10-12 szár szegmenset. Ennek a legvégét levágjuk, majd ezeket összefogjuk, és szegmensek közepénél körülbelül rögzítjük a test és fej közötti részen a holokszál egyik oldalán. Egészen rögzítjük a fejig. Innen a fej felé néző szegmens szálakat visszafordítjuk a falokrész irányába. Visszafelé is rögzítjük, úgy, hogy ezek a szegmensek holokszál másik oldalán rögzüljenek. Ezzel meg vagyunk, következik a has kialakítása. Ehhez a már korábban használt természetes színű vagy nyúlszőr dubbingot használom. Ebből egy kicsivel többet, mint a testre. Rásodorjuk a kötöző célnála
Ezután ezt feltekerjük a test és fej közötti szakaszon. Utána ezzel meg vagyunk, visszahúzzuk a fej irányába a szegmenseket, egyenletesen elosztva a korokszál tetején. Majd kötöző célna segítségével fej után néhány tekeréssel rögzítjük, visszahúzzuk megint a falok rész felé, a szegmensek elejébe is betekerünk néhány réteget, ezután olló esztike segítségével levágjuk a fölöslegesé vált szegmens darabokat. Én szikével vágom le, mivel egész közel le tudom vágni fejtövéhez. Mivel a hátanyag, tehát a fácán falok, szegmensek könnyen sérülnek, egy speciális lakkal ennek tetejét bekenem, így ezek a lak szaladása megkötése után ellenállóbbak lesznek, így nem bomlanak ki és nem szakadnak el könnyen. Ezután kialakítjuk a gallért, szintén a testhez és hasi részhez használt vagy nyúlszőrdarabot használom, egy nagyon keveset, és itt szó szerint értem, rászorsodunk egyenletesen a kötöző célnára. Ebben csak annyit, hogy fedje a célnát, ezután ezt végkötő segítségével feltekerjük. Így egybe kialakítjuk a végkötést is. Kézzel kissé meghúzzuk a célnát, így a bogjokban rögzül. A hasnál levágjuk. Ezután tépőzárral hasi részről kihúzzuk a hosszabb szálakat. És kész is van a legyünk. Jó szórakozást az elkészítéséhez. Sziasztok!